Sziasztok, Santos vagyok. Egy 6 max 22 dolláros versenyről fogunk készíteni, vagy fogok én készíteni videót. Aki ezt a versenyt játszotta, az egy kistétes, regulár, elég sok verseny van már a háta mögött. Tehát az alapokkal tisztában van, viszont biztosan lesznek hibái is. A személye az nem fontos, azért is lett kicserélve Mr. Open Limpre a nevé. Szóval Mr. Open Limp hengyeit fogjuk megnézni. Ez egy viszonylag nagy mezényű verseny volt. Talán 1000-2000 fő is lehetett rajta, úgyhogy biztosan sok szituáció lesz. 1100 hendet tartalmaz az a verseny, szóval szerintem egy 4-5 részes ilyen 4-5-25 perces rész lesz körülbelül legalább, de az is lehet, hogy több. A statisztikákról elmondanék pár dolgot. Ugye itt van a saját statisztikánk, itt kicsit extrémek statok vannak, ugye 6 max versenyen, mint egy 9 fősön. Itt ez a 29 per 25 per 9,1, ez egy teljesen normális statisztika, ugye ez nem egy elrugaszkodott, nem egy őrült statisztika. Egyébként ugye az átlag az körülbelül ez a 16 per 14 szokott lenni, de hát ugye a statisztikák, mint tudjuk, teljesen eltérőek lehetnek, és vannak nagyon jó játékosok alacsony és nagyon magas VPIP preflop raise-zel is. Szóval az első ugye a VPIP-ink, a második a preflop raise, a harmadik ugye a 3 bet, a negyedik szám az a fold to 3 bet, a 72-es szám itt lent az a C-bet, hogy hány százalékban C-betel, a 48-as szám pedig az, hogy hány százalékban dob C-betre. A 2,7 az agresszió faktor, ugye az 1,1K az a, hogy hány hand, és itt a fehér száma lesz az, hogy hány BB-je van a játékosoknak. Tehát itt ugye 136-ja van ugye az UTG-nek. Jó, akkor kezdjük is el a hendek boncolgatását. Ugye a király. Próbálok gyorsan haladni azokat a lapokat, amiket valószínűleg dobtak volna, azokat hajtjuk is tovább. Igen. Jó, ász 7 off-fal nyilvánvalóan 4 vakkos all-int azt kólozni kell. Azt azért jegyezzük meg, hogyha valaki 4-5 BB-vel akár ante, akár preante all-in megy, hogyha ez nagyon nem befolyásolja a mi stackünket nagy vakon, akkor minden lappal ezt meg kell nekünk adnunk. Tehát nyilván, hogyha nekünk 6 BB-nk van, vagy 7, akkor nem kell megadni 2-es-7-es off-fal, de ha van mondjuk 20-25 BB-nk, akkor egy 5 BB-s vagy 4 BB-s all-int azt már meg kell adnunk, mert olyan odds-ot kapunk rá, hogy ez mindenképpen pluszos lesz. Főleg ante időszakban egyébként. Jó, 4 BB-t nyilván kisakról csak 10-10-zel tud pusholni, úgyhogy ezt most nem sikerült megnyernünk. Jó, dobás jó. 7 héttel mini-raise dealerről. Én ilyen 50 BB fölötti átlag stackeknél, már pedig ugye 69 BB az effektív stack, én még 3x-et emelnék, de talán dealerről elég lehet a 2x is. Ugye meg kell néznünk, kaptunk egy visszaemelést egy viszonylag agresszív játékostól, 13% a 3 betje, 7 hetünk van, ugye 70 BB-t semmiképpen nem szeretnénk bepakolni, szóval ugye két variáció maradt, vagy az, hogy eldobjuk, vagy az, hogy megadjuk. 200-et kell megadnunk, és ugye 2600 van előttünk, előtte pedig ugye ennél sokkal több is. Setmining-ra nem igazán lesz meg az odds-unk, mert ahhoz legalább 20-szoros odds-nak kellene lennie, úgyhogy én azt gondolom, itt a fold a helyes, és Mr. Open Limp is ezt választotta, szóval attól, mert ugye 7-es párunk van, ami nem olyan rossz, és ugye dealerről emeltünk, attól azért ezeket a dolgokat gondoljuk végig, mert
mert nem kell automatikusan megadni itt az emelést és megpróbálni setmine-olni, mert mindenképpen mínuszos játék lesz. Hogyha lenne előttünk 4000, akkor megadható lenne, mert akkor megvan az odds-unk. Jó, nézzük tovább. Királydáma off-fal, azért UTG plusz 3-nak felel meg, ugye, aki, hogyha 9 fős asztalt néznénk, itt az UTG, tehát királydáma off-fal, azért 67 BB-nél én mindenképpen emelnék. Azért nyugodtan meg lehet nyitni a kasszát, azért viszonylag erős lap, és középen vagyunk, tehát 6 fős asztalon azért az UTG-nél már csak ugye 5-en vannak mögötte. A 10-7 off-fal is megpróbálnék lopni a nagyvaktól, de hogyha ennyire agresszív, akkor ezért nem hiba a walk sem. Az elején nem kell túlagrózni. A dealerről jó a 7-4 suiteddal az emelés. A dealerről szinte minden lappal profitábilis emelni. Hogyha főleg, ha ilyen deepek vagyunk. Open Limp meglépett itt egy 4 betet, mert ugye mini 3 betet kapott kisvakról, ami rengeteg lapot jelenthet egyrészt. Nyilván erőset is, de legtöbbször gyöngét ugyanis láttuk az előbb már emelni. Nagyobbat ennél, szóval valószínűleg inkább akkor volt valódi hengye, amikor nagyobbat emelt. Most viszont talán inkább csak ő akarja átvenni a part irányítását, akkor szokott legtöbbször lenni ez a mini 3 bet, főleg ilyen mély stack-eknél. A 7-4 suited egy jó lap a 4 betre, light 4 betre, nyilván innen, hogyha 5 bet jön, akkor azonnal dobni kell. De ha véletlenül a kisvak lekólozza, akkor egészen szép és egészen trükkös flopokat kaphatunk a 7-4-hez. De ugye dobott a kisvakunk, úgyhogy ez egy sikeres light 4 bet volt. Királydáma suited, de mindenképpen emelnék. Ez meg is történik. Jó, mindenki dobott. Jó, az első monsterünk. És egyből akciót is kapunk rá. Ugye van egy UTG emelés, és ezt 3 beteli az UTG plusz 1, de úgy számolhatjuk, hogy ugye van egy hijack emelés, és cutoff 3 beteli. És mi ugye nagyvakon kaptunk 70 BB-re egy Ász király off-ot. Én azt gondolom, hogy akinek 11,8-as 64 hand alatt a 3 betje, az sokszor lesz itt light, de a range előtt vagyunk mindenképpen, úgyhogy én ezt megpróbálnám itt bepakolni. Tehát 4 betelnék olyan 800-ig, 850-ig, és hogyha kapunk egy all-int, akkor azt adjuk meg. Jó, Mr. Open Limpennél nagyobbat 4 betel, tehát ezzel nem hagyva fold equity-t magának. Igazából, hogyha ilyen 750 környéki 4 betet lépne meg az ember, akkor esetleg fold or lose, ha egy rosszabb játékos, akkor hihetné azt, hogy mi még ott tudunk dobni. Tehát hogyha látjuk, hogy itt mondjuk berakunk, akkor 2100 marad még előttünk, és akkor hiheti azt, hogy itt azért még bőven dobhatunk, sőt, igazából dobhatunk is. Tehát lehetne akár light a 4 betünk. De így, hogy ilyen nagyot 4 beteltünk, így nyilván csak monsterekkel fogja valószínűleg ránk tenni. Tudja, hogy mi már nem fogunk dobni. Én itt talán egy kisebbet választanék, de ez sem rossz. Így tudatosítva ugye a 3 betelőben azt, hogy mi hajlandóak vagyunk a stackünkért játszani. Dobott is egyébként, tehát light volt a 3 betje. Jó, kisvakon egy 20-ast szerintem azért egy bubi 7 suited ér. Nyugodtan belimpelhetünk ezekkel a suited, gyakorlatilag konnektornak is mondhatjuk, mert ugye még short is floppolhatunk vele, úgyhogy ez még azért egy 20-ast ér, de ha van egy emelés, akkor utána nyugodt, akkor dobjuk el. Jó, 7-2 dobás, ász dáma. Van egy mini raise, és mi vagyunk cutoffon. Én itt azt mondom, hogy 80 BB-t ugye nem akarunk bepakolni, ezért nem érdemes 3 betelni, mert ha kapunk egy 4 betet, akkor valószínűleg el kell dobnunk, sőt, szinte biztos, hogy el kell dobnunk ezért. Én nem 3 betelném ezt semmiképpen, hanem csak kóloznám. Így tett Mr. Open Limp is. Sokan egyébként ászdámával ebbe a csapdába esnek, hogy mély stackeknél, ilyen 50, 60, 80, 100 BB-knél 3 betelnek vele, és utána nem nagyon tudják, hogy mi lesz 4 betre.
Általában ugye bedobják, de hát az meg hibás játék, akkor miért nem csak kólozunk és nézzük meg a flopot egy ilyen erős lappal? Szóval mindenképpen a call itt a helyes. Agressz. Ráadásul ugye van egy agresszív dealerünk, és van egy agresszív kisvakunk. Várhatunk tőlük akár egy squeeze-t, ami ugye meg is történt. Én azt sem tartanám itt hibának, hogyha... most ugye a nagyvakunk gól, de én azt sem tartanám egyébként hibának, hogyha a dealerünk ellen, hogyha dobna a preflop emelő, akkor megpróbálnánk bepakolni esetleg. Itt elég light-nak tűnik a dealernek a három betje, a squeeze három betje, de egyébként a dobás sem rossz. Kólozni nem igazán szívesen kóloznám, hogy nyilván, hogyha ez az all-in nem lenne itt, nem igazán szívesen kóloznám az dámával a pozíción kívül ezt a 200-at mély pluszba. Nagyon jó flopokra kell ahhoz jönnie, hogy ezt profitábilisan pozíción kívül meg lehet se játszani. És ugye dobott is. Tehát jó lett volna az a felállás, hogyha liquid lesz, nem megy all-in, és Benderovic dob, hogy mi az ő 3 bet squeeze-ét azt meg 4 beteljük innen. 5-9 dáma, 2 dobás, dáma 8-al nagyvakon dobunk, ilyen akciók után mindenképpen, de egyébként is. Ez is dobás lesz, walkolnék egyébként az ilyen agro nagyvaknak. Dobás. Jó, biztos lesz akció előttünk, úgyhogy én dobnék. Jó, ugye most Romero, ugye ez a J. Romero UTG limpelt az előbb, ha gyorsan kiszúrtuk, vissza is megyek. Úgyhogy ebből látszik, hogy gyönge játékosról van szó. A limpeket, tehát open limpelni senki ne limpeljen. Esetleg akkor látom értelmét limpnek, ha már valaki belimpelt előttünk, és mondjuk itt kapunk 2-es, 2-es, 3-as, 3-ast, vagy itt. Tehát, hogy kisebb párokat, akkor esetleg mögé lehet limpelni 7-7-tel is akár, bár azzal 6 max asztalon már mindenképpen izolálnék, 5-5-től fölfelé már izolálnék, de kicsi párokkal esetleg mögé lehet limpelni, az nem hinném, hogy nagy hiba. Open limpelni semmiképpen ne open limpeljünk, nem igazán látom értelmét, mindenképpen pénzégetés, ugye úgy rakunk pénzt a potba, hogy igazából még igazából be se szálltunk, tehát vagy emeljünk és irányítsuk mi a kasszát, vagy dobjunk. Tehát hogyha a lapunkat arra jónak látjuk, hogy limpáljunk vele, akkor arra is jó, elég, hogy emeljhessünk vele, és mi irányítsuk a leosztást. Jó. Ászbubi offunk van. Ezzel nyilván meglopjuk a nagyvakot. Én azt mondom, az ilyen agresszív nagyvak ellen egyébként 50 BV-t még Ászbubi offal be is lehet pakolni. Hát, hogy elég extrémen hangzik, de ugye elég sokszor 3 betelt meg minket, és utána 4 betre sokszor dobott. Plusz elképzelhető, hogy sokkal gyöngébb lapokkal is beteszi ellenünk. Most ugye dobod, csak ez egy feltételezés volt. Jó, ez jó szituáció squeeze-re, tehát itt lehetne emelni is. Én azt gondolom, hogy ugye a 120 mini rész lenne ugye a rendes emelés, azt 180-ig az első limpelővel, és 240-ig a második limpelővel föl lehet lőni, tehát kb. 240 lenne az emelés, amivel itt érdemes lenne partiba szállni. Tehát általában a mini rész plusz az emelők annyiszor egy BB a jó izolálás. Nyilván ha 5-6-a limpelnek, akkor már nem ez a helyes. Akkor is inkább, akkor már csak mondjuk a mini rész plusz 3 BB környéke. Jó, dobunk. Jó, érdekes, ugye a... második, harmadik hand környékén ász 9 offot ugyanebből a pozícióból, vagy talán UTG-ből még bedobott Mr. Open Limp, viszont ász 5 offal már emel. Ebből látszik, hogy biztos sok asztala is volt, néha nem figyelt oda, hogy az ász 9 esetleg érdemesebb emelni. Ez azt az ász 5 offot egy ilyen 2-3 betelőnek, aki mögöttünk ül, inkább bedobnám. Jó, hárman nézünk floppot, abszolút nem találtál az ászötöt, és ugye kialakult egy flush draw is, plusz agresszíven verül mögöttünk. Ha esetleg rainbow lenne ez a flop, én azért megcébetelném ezt egyébként. Van egy luxor húzónk is, szóval annyira azért nem vészes a helyzet.
Innentől nyilván, hogy feladtuk a partit, flop már dobás. Jó, ász 8, suited van, tunk van nagyvakom. Ugye limpelt a dealerünk, rajta ugye nagyon látszik gyönge játékos, 64 hand alatt 26/5 játszik, tehát nagyon passzív, nem emel, viszont sokszor limpel, szeret benézni flopra, ez abszolút gyenge játékosok jellemzője. Ugye a kisvak izolál, akinek a statisztikája 133 hand alatt viszonylag jó, nekem nagyon tetszik, 6 max-asztam, az a 22/18. Ez egy 6,7-es 3-bettel, ez egy agresszív, jó játékosnak tűnő statisztika. 83%-ba dobt 3-bettre, tehát őt későbbiekben szívesen light 3-betelném, mert értelmes és képes a gyöngébb lapjait bedobni. Szóval egyébként ezt ász-8-szal, úgyhogy pozícióban vagyok a kisfakhoz képest, 50 BB deepen, ezt én mindenképpen kóloznám és megnézném a flopot. Jó, ezzel walkot fogunk adni. Dáma 3 suited, de mini rézelni nyugodtan lehet dealerről. Jó, királybubival is. Ugye most már az előbb ugye 3x-elt előről Mr. Openlim, most cutoffról 2,5x-el, dealerről pedig mini rézel. Szerintem én legalábbis úgy szoktam játszani, hogy mindig ugyanannyit emelek általában, hogyha 50 BB környéki stack-en van, akkor ezt a 2,5x-et, ha ennél több, akkor 3x-et, ha ennél kevesebb, akkor 2x-et, tehát mini rézelni szoktam. Mr. Openlim váltogatja ezt, hogy mennyit emel honnan, ez sem rossz igazából. Jó, a dealerünk védett, megadta az emelésünket, kaptunk egy jó flopot, de ugye nyilván veszélyes. Királydámával az ő 3-betes százaléka alapján úgy gondolom, hogy 3-betelt volna minket, szóval szinte biztos, hogy elő vagyunk, ha csak nem király 6, vagy király 3, vagy 3-as, 3-as, 6-os, 6-os van a kezébe, ugye ezekkel ver minket. Mindenképpen C-betelni kell és védeni kell alapunkat. Jó, dobott. Standard party. Na, egy A100. 3x UTG-ből, amit hála Istennek az agresszív játékosunk 3-betel. Én itt mindenképpen egy kicsi 4-bet mellett voksolnék, egy ilyen 900 környékén. Úgyis könnyen be fog kerülni utána a flopon, és arra még hát, ha azt gondolja, hogy tudunk esetleg dobni. Tehát ha mi 900-ig emelünk, akkor ha ő gondolhatja azt, hogy ha all-in megy, akkor mi dobunk. Persze nyilván nem így lesz. Mr. Openlim egybe tolta vissza ezt. Ezzel ugye a gond csak az, hogy kiűzzük az összes bluff lapját, mert meg esetleg, hogyha ilyen 4-4-5-5-6-6-szerű lappal 3 betelt minket, akkor a 900-ig emelésre mondjuk gondolhatta azt, hogy akkor majd all-innel elrettent minket. De hál' Istennek ugye be sikerült kerülni a pénznek, és kiholdolt az ászász. Ugye ez cool-up szituáció volt, szóval nyilván dáma-dámát nem fog dobni, teljesen mindegy, hogy 900-ig emelünk, vagy all-in megyünk 100 millió zsetonnal. Jó, tovább. Bubi dáma suited. Na, már meg itt félre nyomtam, szóval bubi dáma suited. Védjük a kisfakot. Ezt én is így tenném, 100 BB deepek vagyunk. Ugye ugyanaz UTG-nek 77 BB-je van, de így is kényelmesen játszható. Kapunk egy flush draw-t. Itt ugye fölmerül a donkolás lehetősége, és a check call is. Csekrézelni semmiképpen nem tenném, meg maximum nut flush draw-val, de ugye, hogyha királyos flush draw-nk lenne, akkor is ugye egy ász ellen hátul vagyunk, mert nem nagyon van overcardunk. Tehát nut flush-sel szívesen csekrézelek, mondjuk, hogyha van overcardom, ugye az ász például, de itt ugye, ha királyos flush draw-nk lenne, akkor ugye nincs overcardunk, tehát egy ász ellen azért eléggé hátul vagyunk. Úgyhogy itt nem tartanám rossz ötletnek például a donkot, az egy viszonylag jól működő dolog. Sokszor megrézelik össze-vissza semmivel, vagy egyből bedobják, és ugye nyertünk, akkor dáma magassal, de csekkol egyébként ezek utána, ami jó lehet. Ugye mögénk csekkelnek, és kialakítunk egy második párt, mindenképpen betelni kell innentől kezdve. Ezt a betet Mr. Openlim kihagyja. Ugyan lehet fold or lose-nál ász, kicsi ászt, én is esetleg pot control céljából visszacsekkelnék floppon, de ugye nekünk lett egy második párunk, plusz flush drunk van, hogyha kiegészül riverrel flushünk, vagy két párunk lesz, vagy drillünk,
akkor nem igazán fogunk partiba pénzt nyerni, ha most nem kezdjük el törnön építeni a kasszát. Fold or lose emel, amit Mr. Opening csak tart. Nem rossz. Ezek után, hogy csekkeltük a törnt, így én is a tartás mellett szavaznék, de mindenképpen itt egy kihagyott betnek látom ezt a törnt. Ugye megjött a két párunk, hogy fogunk pénzt nyerni. Ugye csak 700 napotba és még 4000 előttünk talán ebben kicsit többet is bekerülhetett volna. És ráadásul a riverbe check-check lett. Elég valószínű volt, hogyha a flopot checkelte a preflop agresszor, akkor nincsen nála erős lap. Esetleg csak egy kicsi ász. Törnön ugye nem mutatott agressziót, de mi azt megadtuk, riverben már valószínűleg mögénk fog csekkelni. Riverben én valószínűleg egy 400-as betet elengedtem volna. Én azt látom itt helyesnek. Nem is tudom, mi lett volna egyébként Mr. Open Limit terve, tehát hogy most csekkelt ugye riveren, hogy hát ha betel, fold or lose, és azt megrézeli, vagy csak hólozza. Annak sem látom értelmét, hogy fold or lose-nak a betjét a két párunkkal megrézeljük, mert ugye lehet nála is éppen két pár nagyobb, ászos két pár, bár nem úgy játszotta alapját. Szóval én itt mindenképpen beteltem volna ezt a river, bár ugye elég rossz line-nak tűnik az, hogy a riverben megjön valami, és akkor kibetelünk, tehát elég erős lapot reprezentálunk, de hát ha kicsi ásszal kivizet. Én egyébként kicsi ászt rakok most így hirtelen a kezébe. Ugye, nem, 10-es párja volt, úgyhogy valószínűleg nem nyertük volna tőle sehol sem utcát. Nézzük tovább. Egyébként ezért nagyon nehéz poszlop, vagy